Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás július 23-áig. És én indítanék hétfővel. Itt látható a hétfői nap, hiszen a hold uralkodik a hétfői nap felett. A hold jelentheti az anyukádat, az ő anyukáját, az anyai érzelmeket, de a hold jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket is, és kihat az érzelmeinkre. Ezen a napon nyílik egy égi kapu a plejádok felé. Ennek van gyógyító ereje, itt nyílik egy új lehetőség, egy spirituális terület. Ezen az estén tartok egy szertartást az új holddal együtt, hiszen hétfőn új hold is van, tehát én összefoglalom mindkettőt. Jelentkezhettek erre a szertartásra az energiai egyensúly 4000 forint. Ami ezt a portál napot illeti, ezen a napon Ahau uralkodik. Ahau lefordítva a napot jelenti. A nap jelentheti az apukádat, az apai témákat. De azt is, hogyha úgy képzeled el az életedet, mint egy színdarab, akkor a nap jelenti azt, hogy te játszod itt a főszerepet. A nap megvilágít bizonyos életterületeket, vagy megvilágítja az élet utadat, tisztázódik valami. Ami az új holdat illeti, ez az új hold a rák jegyében van, itt is családi témákról van szó, vagy egy közös otthonról, egy közös otthon tervezéséről. Én készítettem egy videót ezzel kapcsolatban, az új holddal és ezzel az égi kapuval, Ahau energiájával, ahol részletesebben beszámolok erről. És most megnézzük, hogy itt a hétfői napon mi fog történni. Itt látható a fa, jelentheti a természetet. Egy bizonyos helyet, ami erőt ad számodra. Ez a fa jelenti azt is, hogy keresed a helyedet az életben, ahol le tudsz gyökerezni. Ez lehet a család, lehet a hivatásod, lehet a párkapcsolat is. A fa jelenti a gyógyulást, a gyógyító erőt. Ez összhangban áll most ezzel az égi kapu nyitásával, ezzel a finom energiamezővel, hiszen annak is van gyógyító hatása. Ez a gyógyító erő, ez jelenthet egy életterület is egészségügyi témákat, ez lehet tulajdonképpen a te hivatásod. A keddi napon Mars bolygó uralkodik. Mars bolygó az jelenti az élet erődet, de mivel Mars bolygó az egy férfias energia, az utalhat a lelki társadra is. Itt látható ez a hegy. Jelenthet természetesen hegyvidéket is. De jelenti a korlátozásokat. Ezt a férfit valami blokkolja. Vagy nála vannak problémák, kihívások, valamin töpreng jelenleg. A szerdai nap felett Merkur bolygó uralkodik. Jelenti a cselekvéseket, a mozgást, az eseményeket, szerződéseket, vagy kommunikációt. Esetleg tanulást. Mi történik szerdán? Itt látható ez a gyermek, jelentheti a gyermekeket, a gyermekkori emlékeket, a fiatalos kisugárzást, vagy
A gyermek jelenthet szimbolikusan egy új kezdetet. Csütörtökön Jupiter bolygó uralkodik. Jupiter bolygó az jelenti az igazságot, de gyakran mutatja az igazságtalanságokat is. Jupiter bolygó az szerencsét tud hozni, hiszen a szerencse bolygója. Ezen a napon Lilith energia van. Ez a hold mozgásával áll összefüggésben. A hold elér mindig két pontot. Egyszer, amikor közel van a Földhöz, ez is egy Lilith energia, és egyszer, amikor messze van a Földtől, ez is egy Lilith energia. Ezúttal a hold a pályáján eléri azt a pontot, ami túl messze van a Földtől. Aktivál bizonyos témákat, ezek a kívánságok, a vágyak, az álmok, az elképzelések, de mivel nagyon messze van a Földtől, így most úgy tűnik számunkra, mintha ez elérhetetlen lenne. Az is lehet, hogy mások mondják azt, ne álmodozz olyan sokat, ebből úgysem lesz semmi. És megnézzük, hogy mi történik csütörtökön. Itt látható a park, ez jelentheti a természetet, jelenti a nyilvánosságot, fellépsz a nyilvánosságon, mások észrevesznek téged, vagy találkozol valakivel a nyilvánosságon. A pénteki nap felett Vénusz bolygó uralkodik, jelenti a szerelmet, vagy utal ránk hölgyekre. Ezen a napon Vénusz bolygó megáll egy pillanatra, utána majd visszafele halad. Ez a visszafele haladás jelentheti azt, hogy fékezi az eseményeket, vagy mi hölgyek legyünk visszahúzódóak, vagy jelenti a múltat, sőt, az is lehet, hogy valaki visszatér a múltból. Itt látható a hold, és a hold mutatja az álmokat, az elképzeléseket, és ez kihat ránk hölgyekre, vagy kihat a szerelemre. Szombaton Szaturnusz bolygó, a sors bolygója uralkodik. Ezen a napon Plutó bolygó és a nap szemben áll. Plutó bolygó jelenti a hatalmat, a belső erőt és hitet. Néha jelenti a szexuális témákat is. Ezzel szemben a nap megvilágítja ezeket a témákat. De mivel szemben állnak egymással, tehát van egy úgynevezett opozíció, ez olyan, mint egy mérleg. Itt mérlegelni kell a dolgokat, kell egy középút. Ami a politikai eseményeket illeti, a nap az szimbolizálja a kormányt, vagy kormányokat. És Plutó az a hatalom bolygója, ki uralkodik most a helyzet felett. Ez a nagy kérdés. És megnézzük, hogy mit mutat a kártya. Itt látható a szerencse, a sors utadon lesz egy szerencsés fordulat. Itt középen van a nap szimbóluma, ez jelentheti az apukádat, az apai érzelmeket, jelenti a mi énünket, megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit, és a nap uralkodik vasárnap felett. Itt az otthonodról van szó, az is lehet, hogy valaki meglátogat vasárnap, vagy lesz egy meghívás. Ez a ház jelentheti a szülői házat,
itt akkor a napnál az apai dolgokról van szó, vagy kapcsolatról, azon kívül jelenti a környezetedet, a szomszédokat és a rokonokat is. Amit ez a ház még jelenthet, hogy tervezel valamit, a nap megvilágítja ezeket a terveket, és ezt szeretnéd kiépíteni. És ez volt a heti jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!